Nikola Tesla a múlt század egyik legkiemelkedőbb tudósa volt. Őt jegyzik az elektromos áram és a rádió feltalálójaként. De vajon hogyan lehet, hogy egy ilyen kitűnő koponya szegénységben halt meg? Tesla egy zseni volt. Neki köszönhetjük a modern világ legfontosabb találmányait. Többek között a váltakozó áramot, a röntgen technológiát, a rádiót, és az ingyen energia előállításának lehetőségét. Ez hány voltos? 1 millió. A mindenit. Tesla, bár sok szempontból naívnak mondható, egy igazi géniusz volt. Tesla korának egyik legfantasztikusabb feltalálója volt. Bemutatom önnek a halál kalitkát. Ez nem bizalomgerjesztő. Tesla csak úgy ontotta a szabadalmakat. Ráadásul olyan találmányok atyaként jegyzik, amelyek nélkül ma nem létezhetne radar vagy rádióstábvezérlés. Teslát bámulatos képzelőerővel áldotta meg a teremtő, és ennek köszönhette azt, hogy olyan korszakalkotó ötletei voltak, amelyekkel megváltoztatta a világot. Ez olyan érzés, mintha az ember egy tornádó szemében áll. Még villámok is vannak. Egészen különleges élmény. Sokan úgy vélik, hogy Nikola Teslának azért kellett meghalnia, mert túl okos volt. Ő volt az, aki feltalálta az ingyen áramot, és a távközlés terén is komoly eredményeket ért el. A gond az volt, hogy az ő elképzelései ellenkeztek az iparmágnások érdekeivel, akik, legalábbis a szóbeszéd szerint, bármire képesek voltak, hogy megszabaduljanak tőle. Tesla legnagyobb találmánya egyben a legegyszerűbb is. Rájött, hogy a természet erőforrásaiból gyakorlatilag ingyen energiát állíthat elő, ráadásul olyan mennyiségben, hogy az egész világnak jusson belőle. Az energiaszolgáltató vállalatok persze nem akarták elveszíteni ügyfeleiket, éppen ezért nem engedhették, hogy Tesla valóra váltsa elképzeléseit. Nikola Tesla egy csodabogár testébe zárt zseni volt. 1856-ban a mai Horvátország területén született. Ifjú korában az Edison vállalatnál dolgozott Franciaországban, ahol tervezői és fejlesztői munkákat egyaránt ellátott. 1884-ben mindössze 26 évesen New Yorkba költözött, ekkor állítólag mindössze 4 cent volt nála. A nagyalmában is Edison vállalatánál helyezkedett el. Az volt a feladata, hogy továbbfejlessze a cég által használt egyenáramú generátorokat. Tesla több szempontból sem nevezhető átlagos embernek. Szinte biztos, hogy autista volt. Teljesen máshogy járt az agya, mint az emberek többségének. Fénykép memóriája volt, ami azt jelentette, hogy egyetlen olvasás után gyakorlatilag szó szerint emlékezett a könyvekre. Alig aludt, és vélhetően obszesszív-kompulzív zavarral küzdött. Képtelen volt arra, hogy leállítsa az agyát, még evés közben is gondolkodott. És ha mindez még nem lenne elég, meglehetősen szokatlan fóbiák kínozták. Rettegett a baracktól. Ha meglátott egyet, olyan hisztériás roham tört rá, hogy még a láza is felszökött. És irtózott az emberi hajtól is. Tényleg, nagyon fura fickó volt. Tesla minden este lefekvés előtt százszor behajlította és kinyújtotta a lábujjait, mert hitt abban, hogy ezzel fokozhatja az agy működését. Az esetek többségében tökéletes úriemberként viselkedett, de soha senkivel nem fogott kezet. Ha valaki ezt erőltette, akkor hátat fordított neki és otthagyta. Világ életében szigorú napi rendszerűen élt. Minden nap pontosan reggel 9-től este 6-ig dolgozott, és esténként ugyanattól az úriembertől rendelt meg a vacsoráját. A férfinak minden alkalommal 18 szalvétával kellett áttörölnie az evőeszközöket. Ez utóbbi egyértelműen azt mutatja, hogy Teslának obszesszív-kompulzív zavara volt. Tulajdonképpen valóban az a fura tudós volt, akinek hitték.
Tesla hitt abban, hogy az általa feltalált váltakozó áram sokkal hatékonyabb, mint az Edison nevével fémjelzett egyenáram. 1887-ben Tesla saját vállalatot alapított, és a laboratórium a Manhattani Liberty Street-en került kialakításra. Ez volt az a hely, ahol elkészült a forradalmi találmánynak számító váltakozó áramú motor. Tesla hasonlóan nagy koponya volt, mint Leonardo da Vinci. Elképesztő agya volt, és bár a végzettségét tekintve mérnökember volt, a fizikához is remekül értett. Állandóan új találmányokon törte a fejét, és nem is hiába. Egyik legjelentősebb invenciója az úgynevezett váltakozó áram, melynek lényege abban rejlik, hogy az áram iránya és intenzitása periodikusan változik. Ez azért volt jó, mert ennek köszönhetően az áramot az erőműtől nagy távolságra is el lehetett juttatni. Edison egyenáramával ezt nem lehetett megoldani, így amíg azt használták, az erőműtől távolabb lakók kevesebb áramhoz jutottak. Láthatjuk tehát, hogy Tesla fejlesztése valóban forradalmi változást eredményezett. Keith Stutt hosszú ideje tanulmányozza Tesla munkásságát. Megtiszteltetés, hogy időt szakított rám. Tesla 26 éves volt, amikor felmondott a párizsi Edison vállalatnál, és New Yorkba költözött. Abban reménykedett, hogy az ígéret földjének tekintett Egyesült Államokban minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy valóra váltsa álmait. És bár hitt benne, hogy a találmányaival sok pénzt kereshet, nem csupán a meggazdagodás érdekelte, hanem az is, hogy a világon minden egyes emberhez eljuttassa az áramot. Kérem, meséljen egy kicsit Tesla kísérleteiről. Első és egyben talán legjelentősebb eredménye a váltakozó áramhoz köthető. 1882-ben egy váltakozó áramú motor megalkotásán dolgozott, és azt állította, hogy egy ilyen masina sokkal jobb lenne, mint az egyenárammal működő verzió. Akkoriban viszont mindenki az egyenáramban látta a jövőt, így eleinte senki nem hitt Tesla motorjának sikerében. Ő azonban makacsul kitartott elképzelése mellett, és hitt abban, hogy a váltakozó áramú motor olyan forradalmi találmány, amely alapjaiban változtatná meg az emberek életét. A váltakozó áramú motor kifejlesztésével, valamint az ingyen energia előállítására vonatkozó törekvéseivel Tesla elvesztette korábbi főnöke támogatását. Edison immár konkurencia volt. Edison és Tesla olyan volt, mint a tűz és a víz. Teljesen máshogy gondolkodtak, és a célkitűzéseik is ellenkeztek egymással. Edison, hogy mai kifejezéssel éljek, nagyban játszott. Komoly vállalat tulajdonosa volt, és nagyon meggazdagodott a találmányaiból. Ő csak az érdekelte, hogy minél több bevételre tegyen szert. Tesla viszont igazi idealista volt, világ megváltó ötletekkel. A problémát az okozta, hogy ezek a bizonyos ötletek veszélyt jelentettek a korabeli ipar mágnások hatalmára. Ha ez nem így lett volna, akkor valószínűleg most is ingyen használhatnánk az áramot. Tesla az áram vezeték nélkül történő továbbításán dolgozott, ugye? Igen. Az egész akkor kezdődött, amikor pályázatot hirdettek a Niagara vízerőmű megépítésére, amit az a George Westinghouse nyert meg, akinek Tesla eladta a váltakozó áramú rendszer találmányi jogát. Így a Westinghouse által épített Niagara erőmű Tesla váltakozó áramát használta. Tesla azonban nem érte be ennyivel, és azt szerette volna, ha az áramot ingyenesen juttathatja el az embereknek. A kérdés csak az volt, hogyan tudja ezt megvalósítani. Az egyik elképzelése az volt, hogy a légkört fogja közvetítő közegnek felhasználni, a másik pedig az, hogy a talajt. Tesla remek előadó volt, és az emberek imádták a mutatványait. A legnagyobb sikert az úgynevezett Tesla tekercs aratta. Most egy ehhez hasonló masinát fogok megnézni, méghozzá Gloucesterben. Mindjárt ott vagyok.
Hi. Hello. Jó napot. Mark. Mark. A Tesla király. Üdv a magas feszültség világában. Ez lenne az? Igen, ez a Tesla tekercs. Megmutatja, hogyan működik? Persze, ez egy elég egyszerű masina, csak be kell kapcsolni. Értem. Beindítom. Köszönöm. A Tesla tekercs egy csodálatos találmány. Legalább két légmagos tekercsből áll, ami nagy feszültséget állít elő nagy frekvencián. A tekercsek tápellátásáról egy transformátor gondoskodik, amely nem más, mint egy részből készült gömb. Ezzel a szerkezettel Tesla közel 40 méter hosszú villámokat tudott előállítani. Ez veszélyes? Igen, az. Körülbelül 500 000 volt fog felszabadulni, úgyhogy jobb, ha egy kicsit hátrébb lép. Rendben. És akkor most milyen? Teszt üzemmódban van, hogy biztosan jól működjön. Értem. És most adunk rá egy kis kakaót. Jó. A mindenit. Ez most 400 000 volt. Nagyon hangos! Igen, sajnos tényleg az. És mondja csak, miért olyan lilás árnyalatú a kisülés? Azért, mert a levegőnek magas a nitrogén tartalma. Amikor az elektromosság és a nitrogén találkozik, akkor az elektron kisüléssel jár, amelyet lilás színű fényjelenség kísér. Ha mondjuk argon lenne a levegőben, akkor a kisülésnek más színe lenne. Értem, és megtenné, hogy egy kicsit leállítja? Ó, mindjárt jobb. És az mi? Meséljen arról is. Az egy nagyobb Tesla tekercs. Hány voltos? 1 000 000. Mennyi? Úristen, az rengeteg. A sima konnektorban 220 volt van. Akkor, ha az 1 000 000 volt megrázna, igen, akkor... akkor meghalna. Ez 3 méteres villámokat generál. Tisztára, mint egy Frankenstein filmben. Pontosan. Ez aztán tényleg technológia javából. Ahogy mondja, van esély arra is, hogy azt is megnézzem működés közben? Hogyne. Ezzel a géppel azt is láthatóvá tudom tenni, amikor villámláskor elektromosság szabadul fel. Látni fogja, hogy a villámlás hatására a neoncsövek világítani kezdenek. Várjon, ezt nem teljesen értem. Akkor nem kell hozzá vezeték? Nem, nem kell. Már Tesla is így használta. Értem. Ennek a gépnek pont az a lényege, hogy vezeték nélküli. Értem. Ha jól tudom, Tesla egyfajta tekercs hálózat kialakításán dolgozott. Abban bízott, hogy így lehetne a legkönnyebben eljuttatni az áramot egyik helyről a másikra. Így igaz. A tekercs a generátor szerepét töltötte be. A különbség az volt, hogy a tekercs nem csak fogadni, hanem továbbítani is tudta az áramot. Tesla elérte, amit akart? Nem teljesen, de valamennyire igen. Szabadalmaztatta a találmányt, ami már fél siker volt, de az álma sosem vált valóra. Beszéljünk egy kicsit biztonsági előírásokról. Magas feszültséggel van dolgunk, ami nem veszélytelen, úgyhogy néhány dologra oda kell figyelni. Van pacemakere, vagy bármilyen más elektromos implantátuma? Tudtommal nincs. Az jó, akkor nem lesz gond. A villámlás miatt nitrogén-dioxid keletkezik, úgyhogy ha végeztünk, bekapcsoljuk a szellőzőt. Rendben. Az a lényeg, hogy legalább 5 méterre legyen a masinától. Esküszöm, betartom a távolságot. Álljon oda, én pedig indítom a gépet. Figyeljen! Szóval ez 1 000 000 volt? Igen. A minap cserélték ki a kocsim akkumulátorát, az 6 voltos. Bizony. Ehhez képest? Az semmi. Fokozatosan növelem a feszültséget. A neoncsöveket semmi sem köti össze a transzformátorral, csak a levegőben lévő elektromosságot használják, vagyis vezeték nélkül kapják az áramot. Zseniális találmány. Igen, az. Tesla tényleg értette a dolgát. Igen, figyeljen, növelem a feszültséget. Úristen, de hangos! We're
Így kell villámot csinálni. Igen, most 1 millió volt van a levegőben. Atya hég, ez lenyűgöző. Félelmetes. Mármint ezt szó szerint értem. A hideg is kirázott. Arról nem csak a félelem tehet, hanem a levegőben lévő elektromosság is. Akkor már értem, miért vagyok libabőrös. Mark, ez elképesztő. Tesla káprázatos koponya volt, bámulatos találmányok pattantak ki az agyából, és kétségtelen, hogy az elektromossággal kapcsolatos elképzelései forradalmi újítást jelentettek volna. A gond az volt, hogy a zsenialitása idealizmussal párosult. Tudnia kellett volna, hogy az ingyen energiaellátás megvalósításának gondolata minden szempontból utopisztikus elképzelés. Rá kellett volna jönnie arra, hogy teljesen felesleges harcba szállni az iparmágnásokkal, mert ők úgysem fogják hagyni, hogy valaki megfossza őket az áramszolgáltatásból származó jelentős bevételtől. Márpedig lássuk be, ha Tesla keresztül vitte volna akaratát, akkor az emberek ingyen kapták volna az áramot, az áramszolgáltatók pedig csődbe mentek volna. Talán különösnek tűnhet, de ma is léteznek Tesla rajongók, akik megpróbálják lemásolni a nagy fizikus kísérleteit. Van egy férfi Ausztráliában, aki csak doktor elektromosságnak hívja magát. És bár orvosi diplomájával kiérdemelte a doktor titulust, éjszaka őrült tudóssá változik. Peter, miért pont ezzel foglalkozik? Miért nem mondjuk a kertészkedés a hobbija? A kertek nem érdekelnek. A voltok viszont annál inkább. Már kiskoromban is oda voltam a fizikáért, és sokat kísérleteztem. Amióta van internet, és feltöltöttem a saját kis találmányaimat, kiderült számomra, hogy a munkám érdekli az embereket. Ez további lelkesedést adott, és ma már saját honlapon van, ami szerencsére igencsak nagy népszerűségnek örvend. Számomra nincs jobb időtöltés annál, mint hogy kísérletezzek, és az eredményt megosztam azokkal, akik hozzám hasonlóan a tudomány megszállottjai. Szeretünk egymással versenyezni, és mindig megpróbáljuk túlszárnyalni a másikat. Meséljen egy kicsit a találmányairól. Néhányat már biztosan látott a tévében, de tudományos folyóiratokban is szerepeltem már. A találmányok fotói díszítik a lakásomat. Az emberek, főleg a laikusok, gyakran őrült tudósnak bélyegeznek, de azért sokan értékelik azt, amit csinálok, és ez jó. Szóval kapok hideget, meleget, de ez nem zavar. A lényeg, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Peter, köszönöm, hogy szakított rám időt. Nincs mit. Minden jót. Önnek is. Viszlát, Peter. Viszlát. Ezer 1899 májusában Tesla Colorado Springsbe költözött, ahol folytatta az elektromossággal történő kísérletezést. Tucatnyi Tesla tekercset helyezett el a laboratórium körül, amelyek segítségével több millió voltnyi áramot állított elő. Képzeljé csak el, micsoda látvány lehetett az a sok villám. Nem csoda, hogy a helyiek a laboratórium csodájára jártak. A korabeli beszámolók szerint az elektromos kisüléseknek olyan hangja volt, mint a mennydörgésnek. 25 kilométerről is hallani lehetett, és a környékbeliek azt mesélték, hogy a laboratórium melletti terület éjszakánként fényárban úszott. Elképesztő látványt nyújtott, ráadásul Tesla mindehhez vezeték nélküli áramot használt. Colorado Springsben Teslának volt ideje arra, hogy tökéletesítse a nagy feszültségű, nagy frekvenciás Tesla transformátort, amelynek segítségével még nagyobb feszültséget generálhatott. Abban bízott, hogy ez a találmány lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli áramot könnyen sok emberhez eljuttassa.
A laboratórium melletti mezőt elárasztotta izzókkal, amelyeket vezeték nélküli árammal működtetett. Elég érdekes lehetett, amint az éjszaka sötétjében egyszer csak kigyulladtak a fények, amelyeket a Tesla tekercsek láttak el árammal. Káprázatos találmány. De mennyire? Még ma is az lenne. Igen, úgy van. Ez volt a bizonyíték arra, hogy nem kell vezeték az áram továbbításához. Így van. Elég hozzá némi elektromágneses indukció. A nagy kérdés az volt, hogy a módszer akkor is működik-e, ha nem egy viszonylag kis területről van szó, hanem mondjuk egy megyéről vagy egy még nagyobb régióról. És mit csinált? Tett egy próbát. A Tesla tekercs remekül működött. A gond csak az volt, hogy a mágneses rezgés miatt a fémpatkót viselő lovak rendszeresen elestek a saját lábukban. Ez tényleg elég nagy gond. Igen, viszont mindenki felfigyelt a találmányra. A helyi áramerőmű korlátlan energiafogyasztást garantált Teslának. Igazán nagy kár, hogy ő egyszer felrobbantotta az épületet. Teslát a röntgen technológia is érdekelte, és az éveken áttartó munka után kifejlesztett egy hidegkatódos fénycsövet, amellyel primitív röntgenképeket készíthetett. A rádióhullámok terén is forradalmi eredményeket könyvelhetett el magának. Valójában ő, és nem Marconi volt az az ember, aki megépítette a világ első rádióját. 1898-ban Tesla a Madison Square Garden sportcsarnokában mutatta be a világ első távirányítású hajóját. És bár a közönség ámulva figyelte a találmányt, szárnyra kapott egy pletyka, miszerint Tesla telepátiával irányította a hajóban elrejtett, idomított majmot. A következő kísérlet még izgalmasabb lesz. Mit szólna, ha kipróbálná a Faraday kalitkát? Ezt hogy érti? Van egy ketrecem. Abba beleáll és kipróbálhatja, milyen érzés a villámok keresztüzében lenni. Na? Rám fog célozni azzal? Nyugalom. Ez teljesen biztonságos. Az előbb nem ezt mondta az áramról. Ez igaz? 1 millió volt megölni. Kivéve, ha a Faraday kalitkában áll, ami a feltalálójáról kapta a nevét. Azért működik, mert a fémháló távol tartja az elektromágneses sugárzást. Értem. Az elektromosság tehát megkerüli a kalitkát, és csak minimális jut el önhöz. Legalábbis elvileg. Ez a gyakorlatban is működik, és eddig csak egy ember halt meg. Jól van, legyen. Biztos, hogy nem lesz baj? Biztos. Ne aggódjon! Jól van, akkor benne vagyok. Bemutatom önnek a halál kalitkát. Rendben. Ez nem túl bizalomgerjesztő. Remélem belefér. Hát nem biztos. Majd bepréselem. Igen? Jól van. Hasonlít egy vasszűzre. Igen, nekem is az jutott róla eszembe. Várjon, kiveszem a biztonsági habot. Oké. Amúgy ez a szigetelő anyag. Lépjen be. Rossz érzésem van. A karját szorítsa a combjához. Rendben. Döntse hátra a fejét. Igen. Elfér? Fogjuk rá, majd összép húzom magam. Ne nyúljon a fémhez. Az nem fog menni. Igyekezzen. Nem tudok nem hozzáérni, túl kevés a hely. Teslában egy showman veszett el. Kicsit olyan volt, mint egy cirkuszi mutatványos, és a Faraday kalitka volt a kedvenc trükkje. A közönség imádta ezt a bemutatót, de az emberek a többi kísérletét is tátott szájjal figyelték. Akkoriban senki nem értette, hogyan csinálja az áramos trükkjeit, hiszen az elektromosságot mindenki gyilkos fegyvernek tartotta. Ez mondjuk érthető is, hiszen a 19. század végén sok bűnözőt kivégeztek villamos székben. Nem csoda, hogy az amerikaiak Teslát valóságos csodabogárnak tartották, aki pedig óvakodott attól, hogy elárulja a nézőknek az igazságot. Szerette őket kétségek között tartani, és élvezte, hogy istenítik. Mindamellett persze azt is tudta, ha beavatja az embereket a titokba, akkor egy szempillantás alatt szerte foszlik a varázs, és többé senkit nem fog érdekelni a műsora.
Biztos benne, hogy ez a kalitka megvéd engem? Igen, meglátja, nem is fogja érezni, hogy 1 millió volt kellős közepén áll. Az áram megkerüli a ketrecet, úgyhogy még a haja szála sem fog meggörbülni. És ha véletlenül hozzáérek a kalitkához? Az nem lenne szerencsés. De ha bármi furcsát érez közben, vagy csak fél, akkor tegye a kezét a fejéhez. Az lesz a jel, és akkor leállítom a gépet. De nem tudom megmozdítani a kezem. Nem lesz gond. Van tömött foga? Nincs. Kitűnő. Órája? Az van. Mobiltelefon? Van. Sőt, még mikroport is van rajtam. Meg mondom, óra is. Értem, általában nem engedjük, hogy fémtárgyak legyenek a kalitkán belül. Szóval, akkor itt fogok élve megsülni. Ugyan, legfeljebb a ketrec fog megperzselődni. Látja? Már több égésnyom is van rajta. Ugye nem kell mondanom, hogy ezt ne próbálják ki otthon. Ez a két elektróda gondoskodik a megfelelő földelésről. Jól van. Kezdjük. Várjon. Egészen biztos, hogy ez jó ötlet? Nem kapok utolsó vacsorát, vagy valami félét? Még üzennék valamit a srácaimnak, jó? Mondja meg nekik, hogy szeretem őket. Nagyon. Bekapcsolom. Atyaig. Az első ember, aki ezt kipróbálta. Nagyon-nagyon bátor volt. Egy kicsit csiklandoz. Egyelőre nincs gond. Nem merem kinyitni a szemem. Úristen, de hangos! Mehet erősebbre! Gyerünk, még! Atya ég, ez elképesztő! Ez a legkülönlegesebb dolog, amiben valaha részem volt. Nincs oda a hangerő, életemben nem hallottam még ilyen hangos dolgot. Képzeljék csak el, mit érezhetett a közönség, amikor Tesla bemászott a Faraday kalitkába, majd beizzította a Tesla tekercseket, és ott állt a cikázó villámok keresztüzében. A nézők természetesen biztosra vették, hogy Teslát agyoncsapja az áram, és a teste az orruk előtt fog szétégni. Persze ilyesmiről szó sem volt, az égvilágon semmi baja sem esett. Amikor sértetlenül kimászott a kalitkából, az emberek alig hittek a szemüknek. Nem értették, hogyan lehet túlélni egy ilyen mutatványt. Na, milyen volt? Ez szavakkal elmondhatatlan. De jóságos ég, éreztem a forróságot, és közben ott cikáztak a villámok, alig néhány centiméterre tőlem. Káprázatos volt. Érezte a bőrén a bizsergést? Igen, sőt, még mindig érzem. Úgy éreztem magam, mintha egy tornádó szemében álltam volna. Körülöttem tombolt a vihar, de ott, ahol én álltam, teljes nyugalom volt. Teslának volt egy nagy álma. Arra vágyott, hogy a találmánya révén először az Egyesült Államokban, majd később a világ összes többi országában is ingyen kapják az emberek az áramot. Szép elképzelés. Talán nem meglepő, de nem kapott anyagi támogatást a kivitelezésre. Kifejtené, hogy pontosan mit akart Tesla? Hogyne. Az volt a terve, hogy Long Islanden felépíti az úgynevezett Wardenclyffe tornyot, vagyis azt az óriás transmittert, amely az egész Atlanti térség áramellátásáról gondoskodhatott volna. Tesla azt szerette volna, ha a torony segítségével nem csupán ingyen áramhoz juttathatja az embereket, de a telekommunikációt is forradalmasíthatja. Ez utóbbihoz viszont még tökéletesítenie kellett volna a találmányt.
de mivel időközben Marconinak sikerült rádiójeleket küldeni Cornwallból Új-Fullandba, Tesla nem kapott anyagi támogatást. Ráadásul az áramszolgáltatóknak amúgy sem állt érdekében az, hogy Tesla terve megvalósuljon. Szegény Tesla, mindig ő húzta a rövidebbet. Először alul maradt az Edisonnal vívott párharcban, és aztán Marconi is lekörözte. Igen, Tesla esetében mindig csak egy kevésen múlt a siker. Az egyetlen kivételt a váltakozó áram képezi. De a többi dologban nem volt szerencséje. Ott van például a rádió. Tesla 17 szabadalmat adott be, és Marconi végül ezeket felhasználva építette meg saját rádióját, amellyel világhírre tett szert. Tesla ezzel kapcsolatos érdemeit csupán 1943-ban ismerték el hivatalosan. Teslának különleges képzelő ereje volt, és egészen máshogy gondolkodott, mint az emberek többsége. Bámulatos tehetsége volt ahhoz, hogy meglássa az összefüggéseket. A gond csak az volt, hogy üzletembernek csapnivaló volt. Ráadásul nem jött ki valami jól a többi emberrel. Nem volt elég simulékony, és képtelen volt arra, hogy kompromisszumot kössön. Kiváló ötletei voltak, de a megvalósításban csak az első lépésekig jutott. Tergeteges találmányokkal gazdagította a világot, ám ahhoz már nem értett, hogy ezeket piacra dobja. Talán, ha segítséget kért volna valakitől, nagyobb sikerrel járt, de Tesla nem az a fajta ember volt, aki szívesen dolgozik másokkal, ráadásul soha nem szegődött mellé a szerencse. Jó lehet, a Wardenclyffe torony megépült, Tesla soha nem tért vissza hozzá, így az építményt 1917-ben felrobbantották. Tesla megkeseredett emberré vált, ráadásul komoly anyagi nehézségekkel küzdött. A kísérletezést azonban ekkor sem hagyta abba. Radarok és függőlegesen felszálló repülők tervén dolgozott, de nem ért el különösebb eredményeket, végül 1943-ban egy hotelban halt meg. Kim Mance, New York-i újságíró mellékállásban azzal foglalkozik, hogy megmutatja az érdeklődőknek azokat a helyeket, amelyek fontos szerepet játszottak Tesla életében. Ez az a két egybenyíló szoba, ahol Tesla élete utolsó 10 évét töltötte, sőt, itt is hunyt el. Miután New Yorkba költözött, kizárólag szállodákban lakott. A szobája teli volt mindenféle kísérleti eszközzel, illetve a legutolsó szállodában már egy embernagyságú széf is helyet kapott, amelynek tartalmát Tesla halála után az FBI is átvizsgálta. Biztosak akartak lenni abban, hogy Teslának egyetlen találmánya sem jelent veszélyt az országra. All of his stuff here, then brought it out. Tulajdonképpen nem értem, miért feltételeztek ilyesmit, hiszen Tesla sosem titkolta el, hogy mind dolgozik. Épp ellenkezőleg. Szerette világgá kürtölni a találmányait, hiszen büszke volt rájuk. Edisonnal ellentétben, aki azt hangoztatta, hogy csak olyan dolgot érdemes feltalálni, ami pénzt hoz a konyhára, Teslát nem érdekelte a bevétel. Őt a munka, az alkotás és a felfedezés öröme motiválta. Az ő szemében ez jelentette a gazdagságot, nem pedig maga a pénz. Talán részben ezzel is magyarázható, hogy sosem volt jó módú, sőt élete utolsó éveiben kifejezetten szegény volt. A hite azonban soha nem hagyta el. 1906-ot írtunk, amikor ő már a vezeték nélküli telefonokról beszélt, pedig akkoriban még a vonalas telefon használatához is bonyolult kapcsoló táblákra volt szükség. Tesla élete szomorú véget ért. Egy apró szállodai szobában tengődött, és teljesen egyedül volt. Soha nem volt nő az életében, és a munkán túl az volt napjának fénypontja, amikor elment megetetni a galambokat, mármint azt a néhányat, amelyet megkedvelt. Amikor azonban a tőzsde első összeomlása miatt nem tudta befejezni a Wardenclyffe torony megépítését, már esélye sem volt arra, hogy jövedelme legyen. Zsenialitásához képest méltatlan módon érte utol a halál, és tulajdonképpen senkit sem érdekelt, hogy nincs többé. Mi az oka annak, hogy Tesla elszegényedett? Egyszerű.
Az, hogy élete utolsó éveiben sok rossz üzletet kötött. Potom 216 ezer dollárért lemondott az elektromotor szabadalmáról, méghozzá azért, mert pénzre volt szüksége ahhoz, hogy folytassa a kutató munkáit. Ez óriási hiba volt részéről, hiszen ezzel az elektromotorral később szó szerint dollármilliókat kereshetett volna. Tesla 1943-ban elhunyt, de az emlékét ma is őrzik. Több ezer lelkes rajongója van, akik minden évben összegyűlnek az angliai Nottinghamben, hogy megvitassák a legújabb ötleteiket, és bemutassák egymásnak azokat a masinákat, amelyeket Tesla szabadalmai hívtak életre. Derek Woodruff vagyok, és az Egyesült Királyságban már több Teslás eseményt is szerveztem. Magam is építek Tesla tekercseket, bár én egy kicsit felturbóztam az eredeti verziót. A találkozón azonban mindig vannak olyanok is, akik az igazi Tesla-féle tekercset reprodukálják. A nevem Chris. Okleveles elektromérnök vagyok, és egy angliai nagyvállalatnak dolgozom. Ezúttal egy úgynevezett plazmagolyót hoztam magammal, amelyet ma már bárki beszerezhet a szaküzletekben. Ezt a plazmagolyót aztán arra használom, hogy a segítségével áramot juttassak néhány egyszerű neoncsőbe. Ráadásul mindezt úgy csinálom, hogy én magam vagyok az elektromos vezető. Feltöltöm magam elektromossággal, megfogom a neonlámpát, és az már ég is. Néhány éve egy tehetségkutatón is elindultam a mutatvánnyal, de sajnos nem jutottam tovább. Dave Ballymore-nak hívnak, és idén sem hagyhattam ki a Tesla fesztivált. Tesla egy zseni volt. Forradalmi találmányokat köszönhetünk neki, és nem túlzás azt állítani, hogy nélküle nem itt tartana a technológia. Neki köszönhetjük a váltakozó áramot, ami nélkül ma már nem tudnánk élni. Nagy kár, hogy a legnagyobb ötletét nem tudta megvalósítani. Tesla tudta, hogyan lehet az áramot vezeték nélkül eljutatni az emberekhez, ráadásul az ő módszerével ez gyakorlatilag semmibe nem került volna. A korabeli áramszolgáltatók persze nem díjazták az elképzelését, és szerintem ők gondoskodtak róla, hogy Tesla terve ne valósulhasson meg. Sokan úgy vélik, hogy Tesla azért halt meg, szegénységben, mert túlságosan álmodozó típus volt, és bizonyos kérdésekben nem tudott racionálisan gondolkodni. És bár tény, hogy Tesla tervei közül sok minden nem vált valóra, az is kétségtelen, hogy számtalan olyan találmánya volt, amely jobbá tette a világot. Neki köszönhetjük a kozmikus sugármotort, és megtalálta a módját annak is, hogyan továbbítsa az áramot vezeték nélkül. Igen, a kísérletezései során több erőmű is felrobbant, de ez is csak azt mutatja, hogy valóban nagy horderejű munkát végzett. Tesla sok időt töltött a laboratóriumában, és mindig valami újdonságon törte a fejét. Ám az esetek jelentős részében az elképzelés csupán papíron létezett. Tesla nem volt jó üzletember, de nem ezért nem talált mecénásokat, hanem azért, mert senki sem tudhatta biztosan, hogy az adott elképzelés valóban beváltja-e a hozzáfűzött reményeket. Arról nem is beszélve, hogy Tesla találmányainak egy része jó néhány nagy céget csődbe vitt volna. Nikola Tesla egy igazi géniusz volt, ugyanakkor több szempontból is különcnek számított. Nehéz természete volt, furcsa mód jobban kedvelte a galambok társaságát, mint az emberekét, és megesett, hogy napi 20 órát dolgozott. Számtalan pazar találmányt köszönhetünk neki. Azt azonban ma sem tudjuk, hogy mi gátolta meg abban, hogy megvalósítsa nagyszabású elképzeléseit az ingyen árammal kapcsolatban. Vajon valóban a profitjukat féltő nagyvállalatok gördítettek akadályt elé? Vagy lehetséges, hogy a gőg és a túlzott ambíciók okozták a vesztét?
Tesla sohasem kapta meg azt az elismerést, amit megérdemelt volna. Karrierjének hajnalán Edison, élete alkonyán pedig J.P. Morgan és a többi iparmágnás árnyékában él. És bár gyakran előfordult, hogy más tudósok az ő szabadalmait felhasználva alkottak valami korszakalkotót, ez semmi nem változtatott. Mi Tesla igazi öröksége? Sok mindent, de a legfontosabb eredménye a váltakozó áram előnyeinek felismerése volt. Ma már az egész világ ezt használja. Emellett ő fektette le a radar, a rádióstáb vezérlés, valamint a rádióhullámon keresztül történő kommunikáció alapjait. Ha ő nincs, a 21. század egészen más lenne. Fantasztikus, hogy ő nem csupán megálmodott egy olyan világot, amelyben élünk, hanem meg is teremtette az alapokat, amelyek révén az elképzelése valósággá válhatott. Tesla zseniális tudós volt, de sajnos nem volt üzleti érzéke. Egész életében kihasználták, és egész életében mások gazdagodtak meg az ő ötleteiből. Ez nem csak akkor volt így, amikor még Edisonnak dolgozott, hanem később is. Tesla nem volt elég kitartó. Többször is eladta a szabadalmait, de persze alig kapott értük pénzt. Nem sokkal később pedig jött valaki, aki az ő eredményeit felhasználva megalkotott valamit, ami rövid időn belül dúsgatott. Gazdaggá tette. Tesla élete tragikus véget ért. Elszegényedve magányosan halt meg, ami egyesek szerint nem kizárólag az ő hibája volt. Vannak, akik úgy vélik, hogy Teslának azért kellett ilyen körülmények között meghalnia, mert az iparmágnások attól tartottak, hogy a találmányok veszélyt jelentenek a profitjukra. Az volt tehát a legegyszerűbb, ha elhallgattatják Teslát, és ezzel garantálják, hogy a 20. század egyik legnagyobb tudósának hagyatéka feledésbe. Bele sem merek gondolni, mennyire más lenne a világunk, ha Tesla élete másként alakul. Ehhez persze az kellett volna, hogy az emberek levetkőzzék a kapzsiságokat. De mint tudjuk, az emberi fajt valamiért kizárólag a pénz és a hatalom érdekli. Nikola Tesla az utóbbi 100 év egyik legkiemelkedőbb tudósa volt. Noha az ingyen árammal kapcsolatos elképzelései nem valósultak meg, a nevével fémjelzett automárka meghódította a világot. A kocsi persze nincs ingyen, de az biztos, hogy élmény vezetni. Viszlát legközelebb!